Üdvözlöm nézőinket! Ma is hoztunk friss híreket, lássuk röviden a fontosabbakat, majd jöhetnek a részletek. A tervezett autópályaépítés miatt területkisajátításra kerül majd sor. Fontos tudnivalókról tájékoztatták ezügyben a detroiti terület tulajdonosokat. 7 dűlőben lévő külterületre készültek el rajzok, a telek tulajdonosoknak 2 hónap áll rendelkezésükre, hogy ellenőrizzék. Zajlik még az útkarbantartás Csíkszeredában, jelenleg is dolgoznak Somlyón és a Hősök utcában. Autópályaépítés kapcsán tartottak tájékoztatókat Ditróban. A környezetvédelmi engedélyeztetéshez van szükség az érintett települések polgármestereinek aláírására. Ez alkalomból ismertették a tulajdonosokkal mindazt, amit tudni lehet a kisajátításról. Az A8-as autópálya építése több települést érint a Gyergyói medencében. Az előkészítés elérkezett a környezetvédelmi engedélyeztetéshez. Ennek kapcsán szerveztek tájékoztatót az érintett terület tulajdonosok számára Ditróban. Az A8-as autósztráda abba a fázisba ért, hogy a környezetvédelmi engedélyt akarják megszerezni az építők, és kérték többek között Ditró polgármesterétől is, tőlem személyesen és a szomszéd település polgármesterétől is, akik érintve vannak a strádával, hogy írjuk alá azt a listát, amely tartalmazza azoknak a tulajdonosoknak a népsorát, akik az autósztráda területét gyakorlatilag, ahonnan ki fogják sajátítani ezeket a területeket. És én úgy gondoltam, hogy nyilván ezt nem lehet megakadályozni, és nem is szeretnénk egy strádát megakadályozni, de ahhoz, hogy aláírjam ezt a listát, ahhoz tájékoztatni szeretném az embereket, hogy igenis milyen fázisban van jelen pillanatban az autósztráda. A polgármester hangsúlyozta, igyekeznek védeni a lakosok érdekeit, de a területek kisajátítását megakadályozni nem lehet. Nagyon sok ilyen tájékoztatógyűlés már volt, és mindig van egy fájó pontunk, amit nem tudtunk kivédeni. Ez pedig az, hogy ahogy leszáll a Tatár-dombi leszálló, ahogy meg lesz, onnan nekiindul Ditrónak a stráda, és egész közel, tehát a legközelebbi pont a temetőnél az 70 méter lesz a temető kerítésétől. Ezt szerettük volna, hogy ha egy dombbal arrább vitték volna, sajnos akkora óriási értéket kihoztak az autósztráda ügynökség, hogy mennyibe fog többe kerülni, ha átviszik, hogy mi ezt nem tudjuk vállalni, tehát több 100 millió eurót nem tudunk vállalni azt a pluszköltséget, ami adná, hogyha elviszik a strádát. Így fel kell készüljünk mindenre, arra is, hogyha majd oda kerül, akkor milyen feltételeket kérjünk tőlük, akár zajfogó falakot, akár olyan átjárókat, ahol az autósztrádán túllévő mezőgazdasági területeket meg lehessen közelíteni, ne kelljen akár több kilométert kerülni, és ezeket szeretnénk kihozni minél jobban. Az embereknek nyilván a zárása fejlődni kell. Van egy érdekesség az egészet. Megszületett egy 255-ös számú törvény, ami kimondja, hogy abban az esetben, hogyha a kisajátítás folyamatában a terület tulajdonos nincs megelégedve az árral, amit felajánlnak neki, és mondjuk perre viszi ezt, az nem fogja megakadályozni a strádának a további lépéseit. Tehát folyamatában fog folytatódni, akkor is, ha per van. Tehát nem állnak le, ez a lényeg. És ha per, amit aztán kihoz, vagy többet fizetnek, vagy kevesebbet, de nem fognak leállni. Mostanig volt egy olyan lehetőség, hogy hát ezeket lehetett botlasztani, de most már nem. Fontos tudnivaló az is, hogy a területek tulajdonjogát rendezni kell, ugyanis csak így kaphatják meg a területek árát az érintettek. Jelenleg négyzetméterenként 2 lejes árral számolnak, de ez még változhat, ugyanis még évek telhetnek el a kisajátításig. Amennyiben erdős területről van szó, a kivágott fa a tulajdonost illeti meg, s a termény is, ha betakarítás ideje lesz a kisajátításkor. A terület tulajdonosok kérdéseiket is feltehették az ügy kapcsán.
A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal megrendelésére a Harviz RT tisztítja a városi esővízhálózatot. Holnap október 27-én a munkálatokat az Eötvös József utcában fogja végezni a szolgáltató. Ahhoz, hogy a munkagépekkel hozzáférjenek a hálózat aknáihoz, az utcát reggel 9-től le fogják zárni a munkálat idejére. Kérik az autóvezetőket, hogy lehetőség szerint kerüljék el ezt az utcát. Elkészültek a rajzok 7 dűlőben levő külterületre. A telek tulajdonosoknak 2 hónap áll rendelkezésükre, hogy megnézzék, és ha hibát észlelnek, javaslatot tegyenek a kiigazítására. Ezután pár héten belül kézbe kapják a telekkönyveket is. Folytatódik a külterületek tulajdonviszonyainak rendezésére vonatkozó program. Több dűlőben véget ért a mérés. Most a telek tulajdonosokon van a sor, hogy szemügyre vegyék a rajzokat, és jelezzék, a hibát észlelnek. Tehát ugye a harmadik ütemtervet szeretnénk lezárni, ami csak úgy lehet, hogyha a lakosság is visszaigazolja, hogy jók a mérések, és ha bármilyen hiányosság van, azt ki lehet egészíteni. És ezért szeretném felhívni ezeknek a dűlőknek a birtokosai, tulajdonosait, hogy az elkövetkezendő 60 napban, hogyha lehet, akkor jöjjenek el a hivatalba, és ellenőrizzék le a kataszteri dokumentációt, hogy pontosak-e és helyesek-e. Na most azt is tudni kell, hogy itt most 7 düllő van a kataszteri dokumentációkban felmérve. Itt elsősorban a városnak az észak-nyugati részében, tehát Szárhegyen határos 2 parcella, tehát az egyik ez a Mocsár düllő, a másik ez a Nyírdomb, de ugyanígy benne van a Csikikert mögötti terület is, tehát a Csobothegy szilvás része végig át a Csobothegynek, ahol vannak ugye a kápolna háta mögötti területeket is érinti, majdnem fel végig a plicskei részekig. Tehát, hogy ebben a 7 düllőben megtörténtek ezek a felmérések, és ahhoz, hogy lezárulhatóak legyenek, ezért a tulajdonosokat is, akik érdekeltek, megkérjük, hogy minden nap, ahogy a hivatal órarendje működik, 9-től 11 óráig a földes irodának a kollégái szívesen várják, hogy eligazítsák is, hogy leellenőrizzék, hogy ezek a mérések, amelyek megtörténtek, jók-e, pontosak-e, hitelesek-e. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az érintettek nem minden esetben szakítanak időt arra, hogy a helyszíni mérésen vagy a kifüggesztésen megjelenjenek. Ezért az illetékesek hangsúlyozzák, hogy a tulajdonosok részvétele kiemelten lényeges, hogy minden adat a megfelelő időben bekerüljön a parcellázási tervek adatbázisába. Hivatallal egészen jól együttműködtünk, de ez nem újdonság, mert az évek során mindig ez így történt. A tulajdonosoknál pedig azt tapasztalható, hogy minél távolabb van a terület a településtől, annál nehezebben jönnek ki a helyszín, annál kevesebben. És ez egy kicsit bonyolítja a dolgot, mert az a biztos, amit a gazda mutat a birtokhatárokra vonatkozóan. 2 munkafázisba kell föltétlenül részt vegyen tulajdonos. Először a mérésnél, ahogy ezt már említettük, tehát mindenki saját maga mutassa meg, hogy melyik az a terület, amit magáinak tart. A másik pedig a kifüggesztés időszaka, mert akkor tudja leellenőrizni, hogy jól voltak-e felmérve azok a birtokok, vagy az a birtok, és jól volt-e felvezetve a kataszteri dokumentumokba, a névjegyzékbe, illetve a kataszteri regiszterbe, és a térképen is akkora terület van-e, olyan formája van-e, mint ahogy ő ismeri. A telkek tulajdonosaira semmilyen költség nem hárul ebben a programban, a telekkönyveket is díjmentesen kapják majd készhez. November 2-a és 4-e között a 108 és 109-es dűlőkben lesznek mérések, november 7-e és 11-e között a 99-es és 105-ös dűlőkben mérik fel a parcellákat. Ezt a munkálatot egy kolozsvári cég végzi el. A Környezetvédelmi Minisztérium már utalja a 2022-es évre járó kompenzációkat a védett és fokozottan védett erdők azon tulajdonosainak, akik a június 30-ai határidőig iktatták az igényléseiket. Táncos Barna tárca vezető elmondta, rendezték az előző évek elmaradásait is. Idén több mint 200 millió lejt utalt a szaktárca az erdők kezelőinek, és a költségvetés kiigazításkor a tervek szerint újabb 70 millió lejt különítenek el erre a célra. Zajlik még az útkarbantartás Csíkszeredában, és amíg az időjárás engedi, ezeket tovább folytatják. Jelenleg is dolgoznak Somjón és a Hősök utcában, illetve hamarosan a Mihail Szadovján utca felújítása is sorra kerül. Amíg nem esik a hőmérséklet tartósan mínuszfokokra, addig zajlik Csíkszeredában az útkarbantartás.
Jelenleg is több helyszínen dolgoznak. Nagyobb beavatkozásokra kerül sor több városrészen. Somjón, a Székútján járdafelület felújítás van folyamatban, de ugyanakkor a Vákár Lajos műjégpálya szomszédságában, a Hősök utcában is út és járdafelület, illetve parkolóknak a javítása van folyamatban, és természetesen hamarosan nekilátunk a Csíkszereda egyik legrégibb kis belső negyedének is a felújításának, azaz a Szadovjánú utca felújításának. A munkálatok egyébként egész nyáron zajlottak. Az aszfaltozással párhuzamosan az aknatetők szintezése is megtörtént. Az esővíz elvezető rendszert is javították ott, ahol erre szükség volt, valamint a tanévre készülve az útjelzések felfestésén is dolgoztak. Befejeződött számos útunk a nyári karbantartás során, ilyen a Csobbanó mellett a Jégpályaút, ilyen a nyugdíjpénztárral szembe levő Kossuth utca, tehát próbáltunk az idén egy picit arra összpontosítani, hogy a Brassói útat minél könnyebben tudják megközelíteni az autósok, azaz minél könnyebben lehessen a város központjából a Brassói útra kijönni. A stadion környékén meghibásodott volt az esővíz elvezető rendszerünk, és természetesen azt is helyrehozzuk amúgy minden munkálat során ott, ahol beavatkozás szükséges, akár alapozást végzünk el, akár esővíz elvezető rendszert javítunk fel. Tehát, hogyha a felújítás során egy teljes körű, úgymond ráncfelvarrásra kerül sor. Csíkszeredában az utak karbantartására idén minden eddiginél többet, mint egy 6,5 millió lejt költenek, és az erre irányuló munkálatokat saját költségvetésből finanszírozzák. Közösségi ötletversenyt hirdetett a Csíkszeredai Városháza, közös gondolkodásra hívják a városlakókat. A résztvevők 5-6 fős csapatokba verődve egy hétvége alatt, november 11-e és 13-a között megoldásokat dolgoznak ki arra, hogy hogyan lehet megtölteni élettel Csíkszereda Petőfi utcáját, hiszen egy fejlődő város központi sétáló utcájaként sokkal több potenciál rejlik benne. A zsűri által legjobbnak ítélt ötletet, ha csak megkerülhetetlen közigazgatási akadályban nem ütközik, a Csíkszeredai Városháza megvalósítja. Jelentkezni online űrlap kitöltésével lehet. Mégis lehet törvényesen osztálypénzt, iskola alapot gyűjteni bizonyos keretek között. Szabó Ödön parlamenti képviselő elmondta, önmagában az oktatás ingyenes Romániában, de vannak olyan költségek, amelyeket a szülők, szülői bizottságok önkéntesen átvállalhatnak. Az Oktatási Minisztérium idén nyáron jelentette be, hogy a 2022-2023-as tanévtől kezdődően tilos bármilyen jellegű iskolapénz gyűjtése, hiszen az oktatásnak Romániában teljesen ingyenesnek kell lennie. Kiderült azonban, hogy a tiltás helyett bizonyos keretek között mégis legalizálták az iskola alapgyűjtését. Az oktatási intézmények megszervezésére és működtetésére vonatkozó szabályzat ugyanis kimondja. A közgyűlés döntése alapján a szülőbizottság úgy dönthet, hogy támogatja akár pénzügyileg a jogi személyiséggel rendelkező szülői egyesületen keresztül az érvényes pénzügyi törvényi előírások betartásával az oktatási intézmény és az osztály, illetve csoport anyagi alapjának karbantartását, fejlesztését és korszerűsítését. A pénzgyűjtésben továbbra is tilos részt venniük az intézmény alkalmazottainak és a diákoknak. Az iskola intézménye törvény szerint nem fogadhat ilyen jellegű, hogy úgy mondjam, a törvény által nem előírt forrásokat, ezért a törvény szerint az, hogy szülői szövetségek egyrészt létrejönnek, azok egy üdvözlendő dolgok, és ezek nagyon sok helyen létre is jöttek, és ez az önálló jogi személyiséggel rendelkező, a polgári törvénykönyvben külön szabályozott civil szervezetek nyilván segíthetik az oktatási intézmény munkáját. Hozzátette, semmilyen hátrány nem származhat egy diák számára, akinek szülei nem tudnak vagy nem akarnak részt venni egy ilyen jellegű támogatásban. Ugyanakkor az, hogy a jogi személyiséggel rendelkező szülői szervezetek számára megengedett a gyűjtés, jogi felelősséggel is jár, és nyomon követhető. A Csíki Játékszín egész évados Lurkó programjának második felvonása, a Lurkó Kids, november 2-a és 5-e között a legkisebb színház kedvelőket várják az előadásokra, felnőtt nézőiknek pedig a Vladimir Anton rendezte Pillanatfelvétel című stúdió előadással készülnek.
A Csíki Játékszín előterében tartott sajtótájékoztatón Orbó Káron, a Lurkó Fesztivál főszervezője ismertette a négynapos Lurkó Kids programját, amely olyan előadásokból áll össze, mint említette, amelyek a saját színházaikban kiemelkedőek. A programban 12 előadás szerepel, köztük egy román nyelvű, illetve egy szöveg nélküli előadás. Jönnek kőszínházi előadások, nagytermi, bábszínházi előadások is, lesznek apró előadások a színház előtérben, előterében, amelyek nem vonnak le az előadás értékéből, amelyek kisebb csoportoknak szólnak, és foglalkozással lesz lufi hajtogatás, lesz gyerekkoncert a szombati napon mindenkit nagyon-nagyon szeretettel várunk, illetve szeretettel várunk mindenkit a délutáni előadásokra is, amikor nincsen szervezett közönségünk. A szombati napon 11 órától egészen 6 óráig folyamatosan vannak programok a színházban, mert nagyon szeretnénk, hogy a gyerekeket folyamatosan, vagy minél több ideig a színházban tudják, hogy a színház levegőjét szívják, hogy ezt szokják, hogy tanuljanak, hogy érezzék meg, hogy itt jó lenni. Az előcsarnokban egy gyermekeknek készült rádiójátékot is meg lehet majd hallgatni, amelyet az M-stúdió készített. A Tekergők zenekar gyermekkoncertjére is várják a közönséget 17 órától. Szombaton tehát egész nap programokkal, előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal és egy koncerttel várják a kicsiket és kísérőiket. Az előadásokra a belépő egységesen 10 lejbe kerül. A sajtótájékoztató második felében egy Pulitzer-díjas amerikai drámaíró darabjának kamara termi bemutatójáról esett szó, melynek az erdélyi magyar nyelvű ős bemutatóját láthatja hamarosan a csíki közönség Vladimir Anton rendezésében, ami attól különleges, hogy nincsenek negatív figurák a történetben. Jó piesza, si credio, si spektakulul va fi, A darab és remélem majd az előadás is mély érzelmeket vált ki. A színház sokféleképpen határozható meg, lehet akár szórakoztató vagy filozófikus, de a színház alapja mindenképpen az érzelem. Dar lucru fundamental a teatru totuși este emoția. Úgy érzem, hogy napjainkban csökken a toleranciánk, ha a miénktől különböző véleménnyel találkozunk, csökken a kíváncsiságunk arra vonatkozóan, hogy mást is meghallgassunk, mint ami a meggyőződésünk, fogalmazott a rendező. Ez egy olyan szöveg, amit nagy sikerrel játszanak szerte a világban. Több mint 30 különböző nyelvre volt már lefordítva. Különböző karakterek megismerését teszi lehetővé riporter, fotós, akik egy háborús övezetben dolgoznak együtt, hogy hallassák a hangjukat azok felé, akik az otthon kényelmében elképzelni sem tudják a háborús körülményeket. Az empátia részükről létezik ugyan, de meddig kell elmenni a mások megsegítésében? Merül fel a kérdés, hiszen mindemellett az életben az örömöket is meg kell találni, valamint az egyensúlyt, annak gyötrelmei és szépsége között. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a Lucsáforú program keretében novemberben a Konstancai Színház két előadását is meg lehet tekinteni. Ugyanakkor a színház a Pillanatfelvétel és az Agamemnon című előadásain román nyelvű feliratot biztosítanak. A számadatok szerint sikeres koncert és rendezvénysorozatot szervezett idén is a Csíkszentsimoni tiltott csíki sör manufaktúra. A szervezők közben készülnek a tiltott fesztivál harmadik kiadására. Néhány fontosabb részlet már ismert a 2023-as eseménysorozat kapcsán. Második alkalommal szervezték meg május 7-e és szeptember 24-e között a tiltott fesztivált Csíkszentsimonban. A tiltott csíki sör manufaktúra rendezvénysorozata az összetartozás jegyében jött létre tavaly. Ugyebár a maga tiltott az a márka neve a csíki sörnek, és koronavírusos időkben az emberek szerte szélettek. Ugye az alaptézis az az volt, hogy egy kicsit összekössük és erősítsük az összetartozást. Ebből a célból valósult meg a tiltott fesztivál. A tiltott fesztivál keretében 11 tematikus napot tartottak, és több mint 16 előadó lépett színpadra, képviselve a teljes magyar és nemzetközi könnyű zenei palettát. A Csíkszentsimoni tiltott csíki sör manufaktúra udvarán felállított színpadon fellépett a 4-es Street, a Bagosi Brothers Company, Azaria, a Neoton Familia, a Halott Pénz, a Punani Massív, Majka és Curtis, a Kowalski meg a Vega, az Eukariszt és Mezőmisi, a Magyar Rapszodi Projekt és Molnár Levente,
a Csík zenekar, az ismerős arcok, a Pokolgép, a Boniem és Liz Mitchell, valamint Thomas Anders és a Modern Talking. A szervezők többszöri teltházas rendezvénnyel számolhattak, és a tematikus napoknak köszönhetően a résztvevők korosztálybeli összetétele is vegyes volt. A Tiltott Fesztivál az előző ebben az évben, a 2022-es fesztivál szezonban tematikus hétvégékre alakult ki, és ha veszünk például egy édes családi napot, akkor nagyobb részben kiscsaládos, tehát kisgyerekes családok jöttek el a fesztiválra, de hogyha nézzünk egy erdélyi tehetségek napját, amit ugye az előadó is vonz magával, egy Majka Curtis koncertre többnyire a fiatalok, ez a 18 és 30-as korosztály érkezett hozzá. Ugyebár, hogyha a zárókoncertet vesszük alapul, az egy idősebb korosztálynak szólt, egy kicsit retro, a 70-es évek nagy előadójával, Thomas Anderssel és a Modern Talking Banddel, ugye ez volt a legerősebb koncertünk, a szezonzáró, az évadzáró, itt több mint 7000 ember bulizott a 70-es évek nagy slágereire. Összesen közel 60 ezeren vettek részt a fesztiválon, és az ország minden pontjáról érkeztek a közönség soraiba. Maga a Tiltott Fesztivál lefődi egész Székelyföldet, Erdélyt, a úgymond a bázisát Hargita megye nyújtja, de Kolozsvártól egészen Brassó megyeig, de akár román vidékekről is folyamatosan vannak vendégeink, látogatóink, fesztiválozóink. A fesztivál szervezői már tervezik a következő kiadást. Amit már tudni lehet, az az, hogy tovább emelik a rendezvénysorozat színvonalát. Székelyföld és Erdély leghosszabb ideig tartó fesztiválja. Ez volt a Tiltott Fesztivál kuriózuma tavaly. Ma ez már a védjegyévé vált, melyhez ragaszkodnak, ezért az is biztos, hogy jövőben szintén ők nyitják a fesztivál szezont, illetve ők is zárják majd. Legalább 5, de akár 10 fellépővel is számolnak, és úgy szintén tervezik nemzetközi fellépő meghívását is. Én csak azt tudom javasolni mindenkinek, hogy kövessék a Tiltott Fesztivál oldalát, a Csikisör Facebook oldalát, vagy a szociális média platformainkat. Bárki számára elérhető a Blind Pass jegyünk, amely tehát a megvásárolt jegy bármely koncertre egyszerű felhasználással elérhető mindenki számára. A 2023-as kiadásra érvényes Blind Pass belépőjegyek már elérhetőek a Manufaktúra képernyőn is látható weboldalán. Nézzük még egyszer röviden a nap fontosabb témáit. A tervezett autópályaépítés miatt területkisajátításra kerül majd sor. Fontos tudnivalókról tájékoztatták ezügyben a detroiti terület tulajdonosokat. 7 dűlőben lévő külterületre készültek el rajzok, a telek tulajdonosoknak 2 hónap áll rendelkezésükre, hogy ellenőrizzék. Zajlik még az útkarbantartás Csíkszeredában, jelenleg is dolgoznak Somjón és a Hősök utcában. Ez volt a napszemle ma, köszönöm, hogy minket választottak, viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Diego Áruház.